Boldog karácsonyt kívánok! Egy gyors aláírás, és át is vehették a szekszárdi nyugdíjasok a helyi önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagját. A városban harmadik éve hagyomány, hogy a helyi önkormányzat főleg tartós élelmiszert tartalmazó csomagokat ad azoknak a szépkorúaknak, akik előzetesen regisztráltak. Szekszárd egyébként idős barát település díjat kapott, ez egy lehetőséget is és kötelezettséget is jelent nekünk. Azt elismeri egyik oldalról, hogy sokat teszünk az idősek kedvéért, itt a képzéstől az idősek napján keresztül sok minden történik. A nyugdíjasoktól évről évre egyre több regisztráció érkezik. A csomagokat ezért idén név szerint ABC sorrendben több nap alatt osztják ki. Tavaly például 3700 regisztráció volt, most már 4430 volt eddig az idei esztendőben. Tegnap kezdtük el kiosztani csomagokat, 765-en már elvitték. Úgy nagy sikernek örvend, ez pedig köszönhető annak is többek között, hogy a csomag összeállításánál kikértük az időseknek a véleményét, és az első év után úgy lett összeállítva a csomag, hogy aki ajándékra szeretné használni, az is tudja használni, aki otthon szeretné felhasználni, ő is talál benne alapvető élelmiszereket. A karácsonyi csomagokat a tervek szerint december 23-áig veheti át valamennyi regisztrált szekszárdi nyugdíjas.